83 éves lenne Cibor Zoltán futballista, olimpiai bajnok, az aranycsapat tagja. Halálának 15. évfordulójára emlékeztek a családtagok, barátok és tisztelők. Cibor Zoltán 1929. augusztus 23-án született Kaposváron. Azért itt, mert vasutas édesapját ide vezényelték, kisgyerekként tért vissza Komáromba. A megemlékezés első része a temetőben volt, sírjánál. Sírja mellett összegyülekezve mondhatjuk, hogy egy győztesre emlékezünk. Az ő győzelmeinek emlékét híven hirdeti síremlékének felirata. Családtagjai, rokonsága, tisztelői, a KFC képviselői, mi mindannyian Cibor Zoltán személyében egy olyan valaki emlékének adózunk tisztelgő fűhajtással, aki aranycsapattársaival együtt bevonult egy nemzet hálás emlékezetébe, és elfoglalta helyét annak nagy alakjai mellett. Jól tudjuk, hogy sokat lehet tanulni verességekből is, a vesztesek sorsából is. A mi történelmünk sajnos bőven szolgáltat számunkra ilyen emlékeket, és bölcsességünk mélyül, ha őket emlékezetünkben tartva tanulunk a példájukból. De jó dolog győzelmekre, illetve győztesekre is emlékezni. Jó ez az emlékezés olyankor, amikor nekünk is győzelmeink vannak. Jó ez az emlékezés azért, hogy sikereink ne tegyenek bennünket elbizakodottakká. De még jobb nagy kihívások idején emlékezni győztesekre, azért, hogy erőt nyerjünk, megpróbálkozni akár a lehetetlennel is. Cibor Zoltán síremlékénél jó dolog egy győztesre emlékezni, egy olyan sportemberre, aki világra szóló győzelmek részese volt. A megemlékezésen családtagok, barátokon túl megjelentek a képviselőtestület tagjai, Turi Bálint sportért felelős alpolgármester és Horváth Gyula sporttanácsnok. Világ egyik legjobb balszélsője volt anno, abban az időben, amikor az aranycsapat megalakult, hiszen hogyha nem lett volna olyan klasszis, akkor a Barcelonának nem kellett volna. Az, hogy mekkora egyéniség volt, fiatalon vitt el a Ferencváros, és úgy gondolom, hogy ő tehetségénél fogva bejárta a világot. Méltó arra, amikor legutóbb statisztikát állítottak, hogy a valaha ért világ legjobb 10 balszélsője között tartják őt számon. Úgy gondolom, hogy egy példaértékű egyedülálló. A másik pedig az, hogy mint sportember 60 évvel ezelőtt olimpiai bajnok volt. Úgy gondolom, hogy Komárom méltón büszke Cibor Zoltánra, mint sportemberre. És mint magánember? Mint magánember. Tudni kell, hogy Isten szerető ember volt. Református ember létére. Egy kis anekdótát szeretnék elmondani. Amikor 1983-ban megjelent Bocsák könyve, és azt mondta a szerzőnek, hogy papi, akkor szóljál, hogyha a vasutas azt mondja, hogy Komárom állomás következik, nagyon haza akart jönni. Honvágyó volt, mindig 27 évet élt Spanyolországban, és azt mondta, hogy amikor első útja, hogy a temetőbe kijöjjön, és bocsánatot kérjen szüleitől. Én úgy gondolom, hogy nem a Zolinak kellett volna bocsánatot kérni, hanem a mindenkori hatalomnak kellett volna őtőle. Hiszen nagyon kevesen tudják, hogy elfelejtik, hogy távol létébe Puskást, Kocsist és Cibor Zolit is halálra ítélt akkor a hatalom. Horváth Gyula hozzátette, Cibor Zoltán példaként szolgál a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt. Egy szép napon jön hozzám, én tudtam azt, hogy Kubala Lászlót megválasztották a spanyol labdarúgó válogatott szövetségi kapitányának. És aznap délelőtt még elszaladt Barcelonába, éltek Kubala is és a Cibor is, és mondja a Cibor Zoli Kubánának, hogy kuksikám, hallottam, szívből gratulálok. És azt kérdezte, hogy mi legyen a legelső lépés. Annyit mondott Cibor Zoltán Kubalának, taníts meg vigyázbálni akkor, amikor a himnuszt játsszák, ne rágozzon, álljon vigyázba. Itt kezdjük alapvető dolgokat, majd nézem, amikor adott esetben még a piros fejező zászló is kuszik a legmagasabbra. Sajnos viselkedési problémáink vannak sportolóinkkal. Üzenem azt, hogy amikor a piros fejező zászló kuszik a legmagasabbra, körülbelül úgy kell cselekedni, ahogy Gyurta Dániel az olimpián, akkor a kezét a szívére tette. Sírjának megkoszorúzása után a Cibor családházánál folytatódott a megemlékezés. A résztvevők itt is elhelyezték koszorúikat.
A következő helyszín a Cibor sporttelep volt. Füzi Gábor ismertette Cibor Zoltán életútját, beleértve a spanyolországi, barcelonai éveket. 1990-ben tért vissza Magyarországra, Komáromba. Megalakította anyaegyesülete jogutódját, a Komáromi Futballklubot, amelynek elnöke volt, mely addig sosem látott magasságokba emelte a komáromi labdarúgást. 1995-ben megkapta a Magyar Olimpiai Bizottság érdemrendjét. 1997. szeptember 1-én hunyt el Komáromban. A család jóvoltából a város élet a neves futballista hagyatékának jelentős része, érmek, serlegek, dokumentumok. A hagyatékból a sporttelep központi épületében rendeztek be emlékszobát. Füzi Gábor hozzátette, 2012. novemberében az Arany 17 rendezvényközpontban egy kibővített Cibor kiállítást láthatnak majd az érdemrendjét. Egybekapcsolva az Albert Flórián emlékkiállítással, így tisztelegve a két legendás labdarúgó előtt. A rendezvényen Kovács István, az Eto Múzeum vezetője is megemlékezett Cibor Zoltánról. Krusicsal kezdődő csapatot, Ciborral záródó csapatot gyerekként láttam. De láttam aztán később valóban a Barcelonát, és talán Cibornak is köszönhető, hogy egy Barcelona medál lóg a nyakamba. Rengeteg emléktárgyam van a Barcelonáról, mert ez egy olyan világhírű csapat, amelyik játszott a Győri Eto ellen, és itt van Palotai Károly, aki annak a csapatnak kapitánya volt, akik aztán 1985-ben a bajnokcsapatok Európa Kupa 4-es döntőbe, azóta se került oda a magyar csapat, a Benfica ellen játszottak, és Cibor Zoli pedig hazatérte után, rengeteget volt a mi stadionunkban. Jött át, kezelték is a Győri Kórházba, ott ült közöttünk. Ugyanaz a közvetlen, vidám, csibészes, mosolyú barát volt idősebb korában is. Az emlékezés mellett az élő kapcsolatok, az élők megtisztelése a holtak összekapcsolásával, és talán így lehet generációkon át vinni azt a szeretetet, futball iránti elkötelezettséget, és Cibor Zoltánék esetében haza iránti elkötelezettséget, hogy az ifjúság, a fiataljaink hasonló szellemben nevelkedve, valamikor, évtizedek múlva hasonló emlékekkel állhassanak legendás futballisták előtt. A jelenlévők Cibor Zoltán szavait is meghallgathatták egy régi felvételről. Sokat gondolkoztam, sok problémáim voltak az élőimben, hogy beszélgettem a Gusti bácsival, csak annyit mondtam, hogy otthon a fájdalmat könnyebben el lehet viselni. Hogyha jó Isten segít bennünket, és olyan értéket adott, hogy megvédeni egy magyar hazát, az még nagyobb felelősség. Mert mielőtt még kimész, érted a futballpályára, legyen akármilyen mérkőzés, barátságos nemzetközi mérkőzés is, nálam nem voltak barátságos nemzetközi mérkőzések. Egy volt előttem, hogy ez a 10 millió csak, amit Magyarországon van magyar, boldog legyen, és ha távol van a hazáiktól, azoknak is tudok, hogy a boldogságot szerezzek, akkor büszkén mondhassák azt, hogy igenis, mi magyarok vagyunk. A koszorúk elhelyezése után futballmérkőzés kezdődött. Az FC Brigíció és a Csapdi csapott össze az MLS által szervezett öreg fiúk bajnokság első fordulójában. A végeredmény 9-2 lett.